Üdvözlök mindenkit, Necroclean vagyok, ja, jön egy játék, ami kult klasszikussá vált mostanra. Vanquish 2010-ben jelent meg, PS3 exkluzívként. Ültem a YouTube előtt, és konkrétan csorgattam a nyálamat, hogy úristen, ez a játék mekkora nagy durranás lesz. És az akkori grafikához mérten, és grafikus motorhoz, és PS3-hoz képest, és mozgáskultúra, és minden, ami benne van ebben a játékban, ez a játék áttörés volt. Konkrétan, és egyszerűen nagyon-nagyon jól nézett ki, tehát nekem, engem teljesen levett a lábamról, és természetesen PS3 exkluzív volt, tehát PC-ről, és mondjuk nem, mint hogyha az akkori PC-m elfuttatta volna ezt az egészet. Nos, most viszont 2017 közepén természetesen a Vanquish kijött, már egy jó ideje kijött, szóval és szerettem volna nektek bemutatni ezt a játékot. Végre kiadták PC-re, illetve nem tudom milyen megindítatásból kiadták PC-re is. Akkor egy 10 éves ilyen gamer álom vált valóra azzal, hogy ezzel játékkal játszottam, csak némi gondjaim adottak vele az elején, főleg a laptopon. Konkrétan, nem tudom, aki játszott ezzel, vagy játszik ezzel a játékkal, lehet hasonló hibába belefutott, egy Rocket Tie-on egerem van, és a Rocket Tie-on egeret valamiért PS kontrollernek ismerte fel a játék, és egérnek is, és a kettő együtt valahogy nem tetszett neki, úgyhogy be kellett dugjak egy régi egeret ahhoz az új gépbe már, mert a laptopon hiába dugtam be egy másik egeret, akkor sem működött, az új gépbe már be kellett tudják egy új egeret, és akkor végre működött a játék, és tudtam vele játszani. Na most mi is a Vanquish tulajdonképpen? Nagyon egyszerű története van, de nem emiatt szeretjük. Jönnek az oroszok a rossz fiúk, de itt az oroszok annyira technikailag fejlettek, hogy csak robotok ellen harcolnak, de a robotok méretei és mennyisége és a játék pörgössége és világa annyira élvezetessé teszi a gameplayt, hogy teljesen bele lehet feledkezni az egészben. Nem tökéletes a port, úgy értem, hogy egér és billentyűzet irányítása tökéletes, tehát nagyon-nagyon-nagyon rendben van, amennyiben nem egy ultra hyper gamer egered van, amit esetleg fölismerhet kontrollernek. A legnagyobb problémám vele, hogy jelenleg egy 21.9-es monitoron vagyok, és nincs rá 21.9-es support, szóval ez egy kicsit röhelyes, de az nem akadályozza meg azt, hogy élvezzem teljes mértékben a játékot. Jelenleg Steamen el tudjátok érni, és nem full árba megy, mivel előjel remake-ről van szó, nem kell neki Uber gépigény sem, hogy nagyon jól fusson a játék. Ajánlom nektek szeretettel, hogy kipróbáljátok, mert egy nagyon hangulatos, tehát tényleg magáról a témájára a játéknak sokkal nem lehet elmondani, jönnek az oroszok, ledarálnak mindenkit, és te a hőskatona vagy a szuper ruciban, és ledarálsz mindenkit, aki utadban van, de tényleg ledarálsz mindenkit, aki utadban van. De a maga, ahogyan megvan oldva az egész, és a fantázia, ami a ruha mögött rejlik, amivel játszol, és ami ilyen képességei vannak, ahogy megvan csinálva teljes mértékben a játék, az egyszerűen nagyon jó. A vicces az egészben az volt, hogy amikor megjelent a játék, konkrétan valahogy úgy a radar alatt jelent meg, vagyis hát nem ütött akkorát, mint amekkorát számítottak, hogy ütni fog a játék. Tehát talán valami volt, amit majd, hogy nem egy időben jelent meg vele, de már nem emlékszem, ha valaki tudja, akkor leírhatja. Valami volt, ami akkoriban megjelent, majd, hogy nem egyszerre a Vanquish-sel, és amiatt a Vanquish-t egy kicsit lenyomta a pódiumról, és az emberek talán annyira nem vették meg, és pedig alapvetően maga a játék nagyon-nagyon megújító volt, mind gameplay terén, mind mozgáskultúra terén, ami a PS3-at illeti, és tényleg maximálisan kihasználta annak a konzolnak az erőforrásait, és nagyon jó
játékra sikerült, de mégis valahogy az emberek figyelme alatt elcsúszott radaron, és most 10 év után kijött PC-re, és kár, hogy nem kapott, megint csak nem kapott olyan hatalmas fényű népszerűséget, egy olyan játék, ami igazából megérdemelni, és semmi másról nem szól az egész, csak hogy menj, és darálj, és érezd jól magad, az a mondhatni, hogy már-már az a Doom stílus, csak robotokkal mész, ledarálsz a főhősöknek, annyira felszínes jelleme van, de mégis azok a nagyon felszínes poénok is vannak benne, de mégis olyan ismerősen cseng, olyan trash movie feelingje van az egésznek, ahogy végigjátszod, mint tényleg, mint egy nagyon jó futurisztikus akciófilm, ahogy végigjátszod, egy könnyed és szórakoztató játék, és hát szerettem volna megismertetni veletek, akik nem ismertek ezt a játékot. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, vegyétek meg a Vanquish-t, ha nagyon unatkoztok és nincsen mivel játszotok, mert olcsóbb is, nem, tehát nem az a 60 eurós full kategóriás játék, tehát fél árba meg lehet kapni, 30 vagy 20 euróba, valami ilyesmi, és egy tényleg megéri élvezetes játék. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, a következő videóig, sziasztok!